Helyi táncos csoport szórakoztatta a kisvárdai közönséget vasárnap délután. Szép számban voltak kíváncsiak a fellépőkre a település központjában szervezett eseményen. A megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben pályázatának újabb rendezvényét ezúttal Kisvárdán tartották. Az esemény ráadásul a Nemzetközi Gyermeknapra esett, így a jubileumot ünneplő város a fiatalok számára külön programokkal is készült. Nekünk nagyon szerencsés napom van minden tekintetben. Egyszer a város 600 éves, akik híresek lettek, visszajönnek gyermeknapon, itt a példakép a gyerekek előtt. Úgyhogy egyik legjobb alkalom, hogy itt együtt legyünk, együtt szórakozunk, együtt beszélgessünk. A megyei önkormányzat esemény sorozata a megyei identitás erősítéséről szól. Ennek személyes élményeiről, Kisvárdáról elszármazott művészek, tudósok osztották meg tapasztalataikat. Én csak nyaranta jövök haza szinte sajnos az elfoglaltságaim miatt, akkor 2-3 hétre, hát egy gyönyörű kis ékszerdoboz, tehát nekem minden virág, minden bokor mond valamit, minden utcasarok, itt mindenhez személyes emlékek kötnek. Szóval én elfogult vagyok ezzel a várossal, elfogult vagyok ezzel a vezetéssel is, aki vezeti most a város, mert évről évre egyre szebb, egyre gyönyörűbb, megyünk előre, csodálatos. Tehát egy mondatban jó érzés hazajönni, amikor haza tudok jönni, viszont legalább ennyire rossz, amikor itt kell hagyja. A megyei önkormányzat a tavalyi évben indította el a rendezvénysorozatot. A helyi értékek és gasztronómia bemutatása mellett cél az is, hogy az elszármazott hírességek hasznos tapasztalatokkal lássák el a fiatalokat. A mai találkozónak is pontosan az a cél, hogy a különböző kulturális programokkal, a helyiek fellépésével és az elszármazottakkal együtt azt erősítsük meg, hogy azt a helyi identitást, a szülőföld szeretetét, azt mindenkibe, pláne a gyerekekbe el tudjuk ültetni, mert ők lesznek majd az a nemzedék, akik majd visszajönnek Kisvárdára, visszajönnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és segítenek abban, hogy azt az identitást, azt a szülőföld iránti szeretetet, azt ők is majd tovább tudják adni a későbbiekben. A kisvárdai eseményen egészen estig fellépők szórakoztatták a kilátogató közönséget.